Karcag Városi Önkormányzat, a Dériné Kulturális Központ és az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szervezete az Idősek Világnapja alkalmából műsoros délelőtre várta Karcag szépkorú lakosságát a Városháza díszudvarára. A színpadon először a karcagi Márkus Ica hagyományőrző népdalkör műsora hangzott el, majd Ecsekfalváról a Vadrózsák népdalkör tagjai énekeltek a szép számú közönségnek, majd Debrecen István operettdalokat adott elő. A kisújszállási Bo Viktor műsora után a karcagi születésű, ma már Budapesten élő Erdei Fruzsina és Olá Béla színművész népszerű operett és sanzon összeállítása aratott nagy sikert. A műsor után az önkormányzat nevében dr. Kanász Nagy László képviselő köszöntötte a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából, és adta át Szepesi Tibor polgármester úr köszöntő szavait is, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 32 évvel ezelőtt, 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Azóta világszerte minden évben ezen a napon köszönjük meg az idős embereknek mindazt, amit a társadalomért tettek és tesznek. A világnap célja felhívni a figyelmet az idősek problémáira és a méltóság teljes öregedés társadalmi fontosságára. Magyarországon a népesség 20%-a közel 2 millió ember 65 év fölötti. Városunkban jelenleg 3873 fő, azaz a lakosság szintén körülbelül 20%-a időskorú. Az önkormányzat mindig kiemelten kezeli az időskorúak, a nyugdíjasok problémáit, hiszen társadalmunk és egyben városunk fontos szereplőjük. A város által szervezett programok elősegítik az idős emberek körében önszerveződő, önsegítő csoportok létrejöttét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyugdíjas éveiket aktívan tölthessék a különböző támogató közösségekben. Fontosnak tartjuk a szociális és egészségügyi ellátások szervezésének, tervezésének városi szintű összehangolását, az ellátórendszer hatékony működtetését. Mindent megteszünk a meglévő ellátások folyamatos fejlesztése, a társadalmi részvétel biztosítása, valamint a szükségletekhez igazodó új szolgáltatások bevezetése érdekében. Célunk, hogy a szolgáltatások minden rászoruló részére elérhetőek legyenek, az önkormányzat, a civil szervezetek és az egyházak összehangolt tevékenységének eredményeként. Az önkormányzattal együttműködő partnerek az önkormányzat intézményei, cégei, a szolgáltató és civil szervezetek, az egyházak, a városban működő nyugdíjas klubok, egyesületek, alapítványok, valamint magánszemélyek. Fogalmazott dr. Kanász Nagy László, aki egy 20. századi francia szerző Michel Legrand az Idősek tisztelete című versének elmondásával kedveskedett a szépkorúaknak. Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, és elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod, nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell azon sok emberre, akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább e napon jussanak eszedbe, legyél hálás nekik, s ne legyen feledve. Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad, gondolj szeretettel, tiszteleted rójad. Törődjél és szeress. Mindenki azt mondja, hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a csodás napsütötte napon. Látjuk, hogy a Jóisten is a tenyerén hordozza a szépkorúakat, hiszen hagyta, hogy a nap ránk süssön, hogy ne pesszimistán tekintsünk az őszre, amikor elkezdenek hullani az első falevelek. Kezdte köszöntőit Huba Imre, a Jászlajkun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Meg kell látnunk a szépséget az őszben is. Meg kell látni a szépséget a tapasztalatban. Abban, hogy a természet ilyenkor egy új ruhát ölt.
Nem a kommersz hétköznapi zöldet, hanem minden növény igyekszik megmutatni, hogy milyen pompába tudja öltöztetni a lombját. Néhol kicsit sárga, néhol kicsit vöröses, néhol kicsit barnás, de gyönyörű szép színes és változatos. És ez a színes, változatos közösség az önök közössége, kedves karcagi szépkorúak, akiknek a kezelnyoma, a szavai ott vannak a mi életünkben is, az enyémben is. Akár pedagógusként, akár az orvosomként, akár nevelőként, bolti eladóként, vagy mesteremberként találkozhattunk, mindig sokat tanultam önöktől. Szüleim mellett önök a példaképeim, akik miatt büszke jelzés karcaginak lenni, akik megtestesítik azt az átmenetet a hagyományaink és a jövőnk között, amiből nekünk is merítkezni kell, amiből nekünk is tanulni kell. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is szeretettel köszöntötte a szépkorúakat. Jó azt látni, hogy egy összetartó közösségnek vagyunk a tagjai, ismerjük egymást, akár a munkahelyekről, akár az életből, akár az utcáról, akár csak látásból is, és jó azt látni, hogy a sok ismerős egy könnyed mosollyal tud itt ülni Karcagváros városháza udvarán, amelyet szebbé tesz ez az alkalom. Szebbé tesznek a mosolygós fiatal hölgyek. És azért mondom, hogy fiatal hölgyek, mert azt mondják, hogy az idősek világnapja van. De pontosan tudjuk azt, hogy a kor az csak egy számsor, ami be van írva a személyigazolványba, és az időskor nem attól van, hogy hanyas szám van beírva. Az időskor nem létezik. Az időskor csak akkor létezett, amikor kicsi gyermek voltam, és dédnagymamámat idősnek gondoltam. De amikor az ember kicsit érik, kicsit felnőtté válik, akkor tudja, hogy vannak életszakaszok. És nincs olyan, hogy időskor. Hanem vannak nálunk tapasztaltabbak, vannak az úton előttünk járók, vannak, akik többet láttak, többet tudtak az életről, mint azok, akik utánuk lépkednek, utánuk sétálnak. És jó azt látni, hogy Karcag városában az előttünk járók mosolygósak és erősek. Az a korosztály, aki, hogyha lehetősége lenne, újból építene, újból felvirágoztatna ezt a várost. Mert eddig is ezt tették, és ezután is ezt fogják tenni. Mert persze tudjuk azt, hogy reggelente néha fáj a láb, néha fáj a derék, néha vannak problémák. És azt is tudjuk, hogy ennek egyetlen egy gyógyírja van, a mosoly és a szeretet. És hogyha valakinek megadatik az, hogy van, aki szeresse, van, aki mosolyogjon rá, van, aki megfogja a kezét, nehogy Isten megölelje, ez lehet egy társ, lehet egy unoka, lehet egy jó barát, akkor tudjuk azt, hogy az életben mindenünk megvan. Minden megvan, ami kell ahhoz, hogy ezt a nehéz, küzdelmes életet, ezt a nehéz, küzdelmes utat végig tudjuk járni. És ezért nincsenek idősek, csak tapasztaltak, és az úton előttünk járók.